A hatodik díj átadására tisztelettel felkérem Straub Dezső Jászai Mari díjas színművészt és Gergely Lászlót, a Határon túli Színházak Szövetségének elnökét a színpadra a díjak átadására. Bízunk benne, hogy ez a díj hosszú távon a szakmát is elismeri, komolyan veszi, és egy lehetőség arra, hogy ismét együtt tudjunk színházat csinálni közösen. Én úgy vagyok vele, azt a színházat szeretem, ahol a színész játékát átöleli a szenika, a technika és a színpadról áradó szeretet. És biztos vagyok benne, hogy akit ma itt megnevezünk, hasonlóképpen gondolkodik. A díjazottunk a székesfehérvári Vörös Marti Színház szenikusa Kis József. Kis József évek óta kimagasló szaktudással látja a színháza szenikai munkatársainak irányítását. A jelölő Tóth Augusta és Tűzkő Sándor színművészek, valamint Vasvári Csaba, a Vörös Marti Színház igazgatója úgy látják, amint irodájából kiszakadva színpadra szólítja teendője, szakmai hozzáértése és precizitása mellett nagyapaian kedves és szigorú személyisége hihetetlen adrenalinnal töltődik fel. Hölgyeim és uraim! Kis József, Magyar Teátrum díjas szcenikus, a Vörös Marti Színház szcenikai csoportvezetője. Tisztelettel megköszönöm a Magyar Teátrumi Társaságnak a jelölést, a díjat, a magam és a munkatársaim nevében, akiket mindenféleképpen szeretném megemlíteni, hiszen ő az a kreatív csapat, aki a színházi csodához hozzájárul, pluszad, és azt gondolom, hogy nélkülük nem lehet teljes ez az egész. Bízom abban, hogy a jövőben éleszek majd a közönség, aki meg fogja tudni tapsolni a munkatársaimat ezen díj átadásokkal. Köszönöm szépen! Bemutató következik. Köszöntsük Komáromi Anettet, aki Hunti Hanna kék arany blézer fellépő ruháját mutatja be ma önöknek. A színpadon Bányai Ágota Jókai Színház színművésze Kis Honti Ildikó ruhájában, amelyben Adrián szerepét játszotta az Éjjel az Élet című előadásban. A ruhát valami párja készítette. A kifutón önök már fehér tímeát láthatják, akik Karádi Katalin amerikai turnéjához varratott fellépő ruháját csodálhatják meg. A Rivada díjas Tarsoly Krisztina a Jókai Színház színművésze lép most a deszkákra Erzsébet királynő jelmezében, amelyet Váradi Hédi Jászai és Kossuth díjas érdemes és kiváló művész viselt, Só a szonettek Fekete Hölgye című művét játszva. A ruhát vágó Nelly készítette 1975-ben. Lisi Melinda érkezik már Gertrudis jelmezében, amelyet a Nemzeti Színház Vágbán előadásában Tőkés Anna viselt. Tege Antal, a Jókai Színház közönségdíjas színművésze és rendezője, Agárdi Gábor Jászai és Kossuth díjas, valamint a Nemzet Színésze címben is részesült színművész, francia királyként viselt jelmezét mutatja be nekünk 1992-ből a János Vitéz daljáték részeseként. Gyula, a Jókai Színház Gálfi Gyűrű díjas művészek, Kállai Ferencnek Kossuth díjas és Nemzet Színésze cím tulajdonosának 1979-ben viselt jelmezét hitta most a kifutóra, amely Jourdain Polgárt jelenítette meg Molière művében. A jelmezt Vágó Nelly tervezte. Bács Lajos érdemes, kiváló és Kossuth díjas színész 1967-ben játszott a Harpagont Molière a Fösvény című komédiájában. Most Csomós Lajos, a Jókai Színház Gálfi Gyűrű díjas színművésze emeli a lámpák fényébe a jelmezt. Schäfer Judit keze munkáján. Az égővörös bársony fellépő ruha ezúttal Nagy Erikának, a Jókai Színház művészének alakján érvényesülhet. A jelmezt eredetileg Szelecki Zita számára varták.
Bodu József lép most önök elé a bizánci császár jelmezében, amelyet Raksányi Gellért, Jászai díjas érdemes és kiváló művész, Kossuth díjas, a nemzet színésze viselt korábban. Orbán János készítette azt a ruhát, amelyben Gáfi László, Jászai díjas művész alakította Bukfenc Bandi szerepét 1989-ben. A jelmezt most Vadász Gábor, a Jókai Színház sikeres művésze mutatta be önöknek. Végezetül Göt Péter mutatja be a kifutó Ludovico gróf ruháját, amelyben Lope de Vega a Kertész kutyája című művének előadásán Kulcsár Lajos játszott. A jelmez Petrovszky Árpád munkája. A színház történeti jelmezekben a Jókai Színház művészeit, előtte az Ajda című musicalből Fésűs Nelly színművészt a Jókai Színház táncosaival együtt láthatják. Kedves közönségünk, az önök tapsa most nem a ruhákat bemutató színészeket, nem a jelmezeket eredetileg viselő nagynevű művészek emlékének, hanem a ruhák készítőinek, kétkezi munkásoknak, jelmezszabóknak és jelmezvarróknak szól. Köszönjük a munkájukat! Nos, kedves hölgyeim és uraim, mai esténk zárásaként kérem, hogy tekintsenek meg egy újabb részletet a Chinon Palkó című etno operettből, ami most következik. A színházi szakmák képviselőinek a továbbiakban is nagyon hasznos, értékes munkát kívánunk. És találkozunk jövőre is, 2011. decemberében a következő díjátadó gálán. Hölgyeim és uraim, áldott békés karácsonyt! És boldog új színházi évadot kívánunk! Harcolni, nem a
mutatni.